Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel üdvözlök mindenkit innen az atlantai repülőtér várójából, útban vissza Európa felé. Kérlek, hogyha itt vagytok velem, lehet jól hallani, kellően erős a internet, és lehet követni azt, amit mondok, akkor jelezzétek, mert rögtön meg is fogjuk kezdeni a tanulást. Még egyszer sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és folytatjuk mindjárt a tanulásunkat. A Brachot traktátus 51-es oldalán tartunk. Kérem, hogy jelezzétek, hogyha jó a hang, és neki láthatunk a tanulásnak. Brachot traktátus 51-es oldalán tartunk, a 7. fejezet vége felé, és ma be is fogjuk fejezni a 7. fejezetet, és elkezdjük a 8. fejezetet, vészesen közeledünk a Brachot traktátus végéhez, és ezzel az első olyan traktátusunkon is túl leszünk, amit teljességgel megtanultunk. Nos, hát akkor látom, hogy többen jelezték, hogy most már jó az adás, el is kezdhetjük a tanulást, akkor hozzá is látunk. Talmud azzal kezdi, Balminém ráv hizde, mise ochálve sasszevelői beirech, máhussi áhzorvei varech. Biztos velünk is előfordult már, hogy ettünk vagy ittunk valamit, és elfelejtettük elmondani az áldást az evés vagy az ivás előtt. Ugye bármit eszünk vagy iszunk, akkor el kell mondani előtte egy áldást, mivel akkor, hogyha elkezdtünk enni, és egyszer csak eszünkbe jutott, hogy elfelejtettük az áldást elmondani. Egyszer megkérdezték Rav Chisdától, hogy mi a teendő. Misa ochave sasszevelai beirech, ha valaki evett és ivott, és nem mondta el az áldást, máhuse jachzevei varech. Mi az előírás? Vissza kellett térnie ilyenkor, és újból, pótolnia kell evés közben az áldást? Amr lei ule misa ochal shum vereichai naidev, jachzevei ochal shum achaki kedei, si ereichai naidev. Erre egy kis anekdótával válaszolt nekik Rav Chisda, azt mondta, ha valaki fokhagymát eszik, aminek rossz az illata, akkor illő dolog lenne, hogy egy másik fokhagymával próbálja meg a rossz illatot elvenni. Valakinek büdös a szája, mert sok fokhagymát evett, akkor biztos, hogy nem további fokhagymával kell az illatot elvennie. Mit akart ezzel mondani? Miről szól az anekdóta? Hogyha már ettél és nem mondtál áldást, akkor biztos, hogy nem az a megoldás, hogy tovább eszel, anélkül, hogy áldást mondasz. Természetesen akkor az étkezés közben meg kell állni, és el kell mondani az áldást. Amara vina hilka ha filu gamarszu doszoj, jahzervei varech. Azt mondja erre Ravina, ő még tovább ment. Azt mondja, ha valaki befejezte az étkezést, akkor is, és akkor jut eszébe, hogy nem mondta el az áldást az evés előtt, akkor is térjen vissza, és mondja el az áldást, azt az áldást utólag, amit amúgy az étkezés előtt kellett volna elmondania. De Tanya továbbá ala, ömirbeli osz, hogy borúha seki, csanúca isz, vagy civanú állatfila. Ahogy tanultuk egy másik témában, hogy ha valaki elmegy a mikvébe, akkor ugye egy asszonynak, aki a havi ciklusa után elmegy a mikvébe, hogy megtisztuljon, akkor egy áldást kell mondania, hogy mondja az áldást, alámerül a mikvébe, és amikor följön, akkor elmondja az áldást, a mikvére szóló áldást. Azt mondja, ugyanígy itt is, hogyha valaki evett, és csak az evés után jutott eszébe, hogy nem mondott áldást az evés előtt, akkor ugyanígy mondja el az áldást, amit el kellett volna mondani az evés előtt, mondja el az evés után. Azt mondja, a Talmud a két dolgot nem lehet összehasonlítani. Lohi, haszam mi karan gavrilai házi, haha mi karan gavrilai házi, haja de itchi. Azt mondja, a Talmud nem, azért ez nem ugyanaz. Miért? Mert amikor valaki elmegy a mikvébe, akkor a mikve előtt még tisztátalan, akkor nem mondhatná az áldást, és ezért természetes, hogy a mikve után mondja az áldást magára, az alámerülésre. Mi esetünkben, amikor valaki eszik, akkor az evés előtt kellett volna mondani az áldást, és ha nem mondta, és közben már befejezte az evést, akkor sajnos már lemaradt róla. És valóban ez is az előírás, ez a halacha, ha valaki eszik, és evés közben jut eszébe, hogy elfelejtette mondani az áldást, akkor félbe kell szakítani az evést, és
el kell mondania az áldást, és utána folytassa az evést, de hogyha befejezte az evést, és csak utána jutott eszébe, hogy nem mondtam el a étkezés előtti áldást, akkor hát sajnos már lekésett róla, és nem tudja pótolni. A következő részben ugye egy ilyen egészségügyi, korabeli egészségügyi, gasztronómiai, egészségügyi étkezésbeli előírásokról beszél a Talmud, és kifejezetten egy aspargus nevű valamilyen turmixról van szó. Ez az aspargus turmix, ez részben káposztából és részben nyers borból, nem felhigított borból készült. Ugye beszéltünk róla korábban, azt hiszem a tegnapi siúrban, a tegnapi órán, hogy az ókori időkben a bor, legalábbis Izraelben, a bor az egy ilyen koncentrátum volt, ami nem volt alkalmas normálisan a fogyasztásra, és az étkezés előtt felöntötték a bort vízzel, felhigították, és így a felhigított bort itták. De voltak olyan különleges ételek, italok, amiben felhigítás nélkül használták a bor koncentrátumot, és ilyen ez az aspargus, ami részben káposztaléből és részben higítás nélküli borból készült, és ezt minden reggel itták, akik itták. Ez egy ilyen, gondolom, hogy a hasműködést, az kellően, az emésztés működést, az kellően beindította reggelente. És azért beszélünk erről, mert a korábbi órán, tegnap vagy tegnap előtt szó volt róla, hogy egyáltalán milyen áldást mondunk a higítás nélküli sűrű bor koncentrátumra. Ha már erről szó volt, akkor szóba kerültek azok az ételek, amelyekben egyáltalán használják a higítás nélküli bort, és az egyik közülük ez az aspargus, ami egy ilyen orvosságszerűség, ahogy az előbb említettem, káposztaléből és higítás nélküli borból. Azt mondja a Talmud, tanulja bonin aspargus jofele lév, ve tojvlei náim. Az aspargus az jót tesz a szívnek, és jót tesz az ember látásának, a szemnek. De kol se kénylib néamáim, és pláne, hogy jót tesz az emésztésnek. Vár ragilba jofele holgufoj, és az, aki rendszeresen és issza, annak az egész egészségére, az egész testére jó. Valami stáker himeno, kasele halgufaj, de valaki túlzásba viszi, és olyan sokat iszik belőle, hogy berúg tőle, akkor az nagyon káros az egészségére. Ugye ebben a lögyben, ebben volt káposztalé, és ez a higítás nélküli bor, és azért kellett tudni, hogy pontosan az ember ne vigye túlzásba a fogyasztását, mert keveset fogyasztani belőle egészséges volt, sokat fogyasztani viszont nagyon egészségtelen. Midek tani jaffele lév, mi klálde be hamro aszkina. Vek tani vi kolse kénylév ne emáji, ve ha tánja, azt mondja a Talmud, ezt a, majd ahogy mindjárt ki fog derülni, ezt az aspargust, ezt készítették káposztaléből és higítás nélküli borból, de volt egy másik aspargus, amit nem borból készítettek, hanem sörből. És a Talmud most erről fog beszélni, hogy akkor most melyik a borból készült, vagy a sörből készült, melyik ezek közül melyik az, amelyik egészséges, melyik az, amelyik egészségtelen. Azt mondja a Talmud, mivel azt tanultuk, hogy jót tesz a szívnek, ezért abból indulunk ki, hogy ez a borból készült aspargus, és azt is mondtuk közben, hogy jót tesz az emésztésnek. Igen ám, de ez ellentmondásban van egy másik brájtával, ami hasonlóan ilyen egészségügyi dolgokban ad tanácsot, ahol azt mondja, hogy lalát, az azt jelenti, hogy jót tesz a aspargus a szívnek, a szemnek és a lépnek, és viszont ártalmas a fejnek, a beleknek és a végbeleknek. Azt mondja, akkor most melyik az igaz? Most egészséges vagy egészségtelen az emésztésnek? Az előbb azt tanultuk, hogy az aspargus az egészséges az emésztésre. Most meg azt mondjuk, hogy egészséges a szívre, a szemre és a lépre, de egészségtelen a fejre, a bélműködésre és a végbél működésre.
Azt mondja a Talmud, ki tánja hibem jusson. Azt mondja a Talmud, különbség van a között, hogy óborból vagy újborból készítik az ispárguszt. Az óborból készült ispárgusz az mindenre jó, az újborból készült ispárgusz az, ahogy az előbb a másik brájtában tanultuk, jó a szemnek, a szívnek és a lépnek, de rossz az emésztésnek. Különben mi számít óbornak és újbornak? Itt három szint van a talmudi kategóriák között. Van az újbor, az az idei bor, a jáin jason az a tavalyi bor, és a jáin jusson az a tavaly előtti vagy még régebbi bor. Valahogy nem értek a borkészítéshez, de van valaki közöttünk, aki ért, akkor kérem, hogy kommentáljon ide, hogy ez tényleg a mai napig is így van-e, de valahogy két év után válik a bor igazán óborrá és egészségessé. Kedet tánya a hibem jusson, kedet nán, kajnom jáin sani tojem, sa jáin kosilöb náin, vamrulaj vállaj mély jusson jafem, hullöb ne jáin, és saszák, asszur be jáin hados, mutabő jusson, smájmina. Ez egy másik helyen is tanultunk egy hasonló szabályt. A Talmudot azt mondta, hogy ha valaki egy fogadalmat tesz, hogy ő nem iszik több bort, azért mert a bor egészségtelen az emésztésre, akkor ugye tartózkodnia kell a bortól. De hogy ugye bármilyen fogadalmat teszünk, akkor azt meg kell tartanunk. Ez egy nagyon fontos előírás a halakhának, a zsidó vallási előírásoknak, hogy az embernek ügyelnie kell arra, amit mond. Mert ha mondunk valamit, hogyha valamit fogadalomként magunkra veszünk, akkor az kötelességünk megtartani. Most, ha én azt mondom, hogy nem iszok bort, magyarázat nélkül azt mondom, hogy nem iszok bort, akkor tilos bort innom, mert ez olyan, mint egy fogadalom. De ha magyarázatot adok rá, és azt mondom, hogy nem iszok bort, mert a bor egészségtelen, egészségtelen az emésztésre, akkor ha azt mondják nekem, hogy egészségtelen az emésztésre, de csak az újbor egészségtelen az egész emésztésre, az óbor, az jó az emésztésre, akkor valóban ez a fogadalom, ez csak az újborra vonatkozik, és az óborra nem. Most ebből is azt látjuk, ebből a rájtából, ebből az idézett rájtából is azt látjuk, hogy az óbor, ami legalább két éves, az jó az emésztésre, az újbor, az viszont nem tesz jót az emésztésnek. Most, hogyha már erről az ispárguszról van szó, ugye ez a turmix, káposzta és bor turmix, akkor ami gondolom abban az időben, a Talmud időben egy nagyon bevett ital volt, vagy nagyon sokan használták ilyen különböző egészségügyi problémákra, akkor ezzel kapcsolatban van egy másik feljegyzés, hogy mi mindenre kell figyelni az ispárgusz fogyasztásakor. Tandora bannan sissad varim nemrubei ispárgusz, hatféle dologra kell ügyelni a ispárgusz fogyasztásakor. Én se iszne a isz elek sóháj. Csak úgy szabad fogyasztani az ispárguszt, amikor abban felöntés nélküli bor van. Ugye erről beszéltünk már, hogy az ókorban a bort azt felhigították, de amúgy egy nagyon sűrű koncentrátum van. Az ispárguszban higítás nélküli bort kell használni. Meg káblebejön mindves, hogy szejóbeszmajl. Az ember jobb kézzel fogja meg a ispárgusznak a poharát, és adja át a bal kezébe, és úgy igya meg. Erről később fogunk tanulni, hogy milyen jelentősége van annak, az ember melyik kezével eszik. Normálisan az ember mindig a jobb kezével fogja a boros poharat, de mivel ez nem boros pohár, ezért ezt a bal kézbe kell, hogy fogja. De én me szikin acharov, ve én maf szikin boj. Azt mondja, amikor az ember megissza, akkor utána ne beszéljen egy ideig, hagyja, hogy ülepedjen ez az ispárgusz, és egyszerre kell meginni. Ugye ez megint egy olyan különbség, hogy ispárguszban hiába van bor, ez mégsem számít bornak. Amikor az ember bort iszik, akkor egy másik helyen tanultuk, akkor nem szabad egyszerre meginni az egész pohár bort, mert ez illetlenség, hogy nem értékelni eléggé a bort. De itt mivel nem egy borról van szó, hiába van benne bor, mint összetevő, hanem egy ilyen az egészséget segítő valamilyen gyógyszerszerűség, ezért itt egyszerre kell meginni, és nem számít problémának, nem számít illetlenségnek.
Wenn mach sie denn äußere erlemischen Osnalaj, amikor a poharat lerakjuk, akkor annak adjuk vissza a poharat, akitől kaptuk. Verrak achrav, és köpünk utána, de én szöjmchén aiszaj eleve minaj, és hogyha valamit eszünk utána, akkor az csak olyan legyen, olyan étel legyen, ami magában ebben a turmixban is volt. Gondolom, ezek mindenféle ilyen az ókorban feltételezett egészségügyi hatásai voltak ennek az aspargusznak, különböző olyan feltételek, például az, hogy az ember ha megissza ezt a turmixot, akkor ne egyen csak olyan dolgot, ami magában a turmixban is volt, akkor ez például gondolom egy gyakorlatban látták, hogy jobbat tesz, hogyha az ember jobban hatása, hogyha az ember nem eszik valami mást utána. Csak ez tehát a hat dolog, ami az aspargusz használatánál előírás. Azt mondja a Talmud, a Tánya én szemchna iszre bepász. Azt mondja, miért mondta azt az utolsó, a hatodik kitétel, az miért az volt, hogy az ember ne egyen mást, csak olyat, ami magában a aspargusz fogyasztása után, csak olyat tegyen az ember, ami magában az aspargusban is benne van. Amikor egy másik helyen azt tanultuk, hogy kenyérrel kell ülepíteni a aspargust. Most itt azt fogja mondani a Talmud, hogy attól függ, melyik aspargusról van szó. Habe de chamra, habe de sichra. Szóval lehet sörből készíteni aspargust, és lehet borból készíteni aspargust. A borból készült aspargust, azt kenyérrel kell ülepíteni, a sörből készült aspargust, csak olyasmiből, ami magában az aspargus turmixban van. Most sok minden lesz még ebben a következő pár bekezdésben, amire ez lesz a válasz, hogy különbség van a sörből és a borból készült aspargus között. Tani chada lejt, jafe leramat kase. Egyik helyen például azt tanultuk, hogy az aspargus jót tesz a szívnek, a szemnek és a lépnek, és rosszat tesz a fejnek, a beleknek és a végbeleknek. Egy másik helyen pedig pont fordítva tanultuk, hogy jót tesz a fejnek, a bélnek és a végbélnek, és rosszat tesz a szívnek, a szemnek és a lépnek. Azt mondja, a Talmud leikásja, habba de chamra, habba de sichra, az egyiknél borból készült aspargusról van szó, a másiknál pedig a sörből készült aspargusról van szó. Tánya chadarák acharov lőke, tánya acharov idok lőrák acharov lőke. Azt mondja, egy másik helyen azt tanultuk, hogy köpni kell utána, vagy ilyen köptetővel köpni kell utána. Másik helyen pedig azt tanultuk, hogy nem kell köpni utána. Ezek mind ilyen javaslatok voltak, akkor most melyik javaslatot kell követni? Azt mondja, a Talmud megint csak lőkásja, habed a chamra, habed a sikra. Megint csak az a különbség, hogy az egyik az a borról szól, a borból készült aspargusról szól, a másik pedig a sörből készült aspargusról szól. Amara vásti, hastada, márta lőrakleike, mémem izrak, na filbifnél meleg. Azt mondja Ravási, hogyha itt az egészségről van szó, akkor az egészségre nagyon figyelni kell, akkor abban az esetben, amikor köpni kell utána, akkor azt még akkor is ki kell köpni, hogyha egy király van az ember előtt, sem úgy tiszteletlenségnek számítana, de mivel itt az egészségről van szó, ezért ha köpni kell, köpni kell. A következő részben a Talmud különböző ilyen korabeli babonákról fog szólni, és erről beszéltünk már többször, hogy ezek általában a babonák, ezek valamilyen ilyen szellemekkel és ilyenekkel voltak kapcsolatosak, és a Rambam, a Maimonides középkori filozófus ezt úgy magyarázza, hogy tulajdonképpen ezek a szellemek, és ez különböző az általános elfogadott magyarázat is, hogy a szellemek, amiről a Talmudban szó van, azt úgy is lehet érteni, és úgy kell érteni, hogy ez egy valamilyen ilyen mentális, lelki állapot. Hogyha valaki valamit rosszul csinál, vagy helytelen helyzetbe, méltatlan helyzetbe hozza magát, akkor ezzel a szellemeket hozza magára. Ezt nem szó szerint kell érteni, hogy jönnek a lepedőben a szellemek, hanem úgy kell érteni, hogy egy olyan rossz mentális állapotba kerül, hogy rossz energiák veszik körül. Most és ennek kapcsán lesz itt a fejezet végén egy pár jó tanács a szellemek kapcsán. Amarab is olyan benne, hogy Lisa, Sloisha, Dvarim, Szachli, Suriel, Szárhapni.
Van egy híres történet a Talmudban, ami arról szól, hogy Rabbi Shmuel ben Elisha, az egy alkalommal álmában, nem is álmában, bocsánat, egy alkalommal, amikor Isten nevét kimondta a szentélyben, egyszer csak érezt, hogy a lelke kiszáll, és fölmegy az égbe, és ott a Jóisten trónja elé kerül, és ott egy párbeszédet folytat különböző angyalokkal, akik Istent veszik körül. Ez a híres epizód, ez különben benne van a Jom Kippuri imáinkban, a Jom Kippuri engesztőnapi liturgiában is, hiszen Jom Kippur volt az a nap, amikor a főpap Isten nevét kimondta. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Isten nevét kimondta. Ugye Isten négybetűs Isten nevét a tetragrammaton kimondta, és Shmuel ben Elisha, amikor ezt megtette, akkor egy ilyen látomása volt. És azt mondja, hogy Shmuel ben Elisha három dolgot mondott nekem jó tanácsként Suriel angyal. Mi volt ez a három jó tanács? Ezek különböző ilyen misztikus jó tanácsok. Azt mondta, Altitel halukeho be sáhez miad a sámas, ve tilbás, amikor fölöltözöl, ez az első tanács, amikor fölöltözöl, akkor ne hagyd, hogy a szolgád legyen az, aki odahozza neked a ruhádat, hogy fölvegyed, hanem te magad menjél el a ruhádhoz, és vedd el a ruhádat, és öltöz föl. Azt mondja, ve altitel jadhomi miselojna talavajá jadov, ugyanúgy, amikor reggel az ember kezet mos, ugye, az az előírás, hogy ahogy fölébredünk, rögtön kezet mosunk, akkor az ember csak olyan ember segítségével mosson kezet, aki már maga is kezet mosott. Ugye a kézmosást ezt csinálhatjuk mi magunk is, és lehet, hogy valaki leönti a kezünket. Csak egy olyan ember öntse le a kezünket, aki már maga is kezet mosott. Ve al tachzir koisis párgaszel el misen osznai leha, mit nése tachspipsis, ve amrilei asztalganisem, lachi a chobal, me cápin le ajla adam, ve emin, émosza jovai adam lideávei, echod mit varim halalói lakén. És hogyha a harmadik dolog pedig, amikor megiszod az ispárguszt, akkor annak ad vissza a poharat, akitől a poharat kaptad. Ugye gondolom, hogy ez volt a három dolog, amit rögtön ébredéskor csináltak. Először felöltöztek, utána kezet mostak, és a kézmosás után rögtön az első dolguk az volt, hogy ezt az ispárgusz turmixot megitták. És mind a három dologra Suriel adott neki egy tanácsot, azt mondja, miért? Mert ha nem így jársz el, akkor van egy olyan Istalganis nevű károkozó angyal, rosszindulatú angyal, aki csak azt várja, hogy az ember mikor vétezekben, és akkor tud neki ártani. Amar Rabbi Shua ben Lévi Slajsod, valami Szachli Malacha Movis. Hasonló történet Rabbi Shua ben Lévivel, azt mondja, a halál angyala három dolgot, három jó tanácsot adott nekem. Azt mondja, Altitencha Lukho Sáhez Mélda Sámes Ve Tilbás. Ugyan az első jó tanács az volt, hogy a ruhádat azt ne hagyd, hogy a szolgád adja oda neked reggel, hanem te magad menj el a ruhádért. Altitel Jotcho, mit nése lajnotál, mi mise lajnotál jadab. Ugyanúgy a második az a jó tanács az volt, hogy az ember, amikor kezet mos reggel, rögtön az ébredés után, akkor ne egy olyan ember segítségével mosson kezet, aki még maga nem mosott kezet. És a harmadik dolog, ve áltám, hogy lifnél a nosim, és sose hőzősz, mint a mész. És a harmadik dolog pedig, hogy amikor a temetésről visszatérnek az asszonyok, akkor ne kerülj útjukba. Mipnés, áni, mert rákéd a bolifném, ve hárbi bejadi, slufa bejadi, ve jéslére szűsz le hábel. Mert amikor az asszonyok jönnek vissza a temetésről, akkor én a visszatértükben előttük ugrálok, és a kardom ki van rántva, és bárkit, aki az útomba kerül, azt meg van engedve nekem, hogy bántsak. I pogáj majte kantej. Azt mondja, mit kérdezi a Talmud? Jó, és mi van akkor, hogyha mégiscsak szembe kerül az ember az asszonyokkal, amikor térnek vissza a temetésről? Azt mondja, a Talmud linsöf me duchtej árbámajsz. Akkor ugorjon el a helyéről, négy könyöknyire, két méternyire ugorjon el a könyök, négy könyöknyire ugorjon el a helyétől, ahol áll. Így a harale abra, vagy hogyha ott van egy folyó, akkor azon gyorsan menjen át.
Ika dárka chlina lizelbe, vagy ha van egy másik út, akkor térjen gyorsan rá a másik útra. Ika guda lika ahojra, vagy ha van egy fal, ami mögött el tud bújni, akkor, akkor gyorsan oda bújjon el. De illoj lehader apeve leimej, és ha mindezt nem, nincs lehetősége megcsinálni, nem tud elugorni, nem tud átkelni a folyón, nem tud elbújni a fal mögött, akkor van egy mondat Zakariás profétától, és azt mondja el gyorsan, mi ez a mondat, vagy jöjj meg a semmel a szatan, jígára sembe, ha és szólt az örökkévaló a sátánhoz, sátán, Isten pusztítson el bele, be, téged. Adde halfe minej, és ezt a mondatot ismételje egész addig, amíg elmennek mellette az asszonyok. Ugye ezek nagyon érdekesek, ezek a, ez ilyen babonához, babonára emlékeztető tanítások, az egyik Rebbi Shmuel ben Elishától, a másik pedig Rebbi Yehoshua ben Lévitől. Ugye itt nem néztem végig a kommentárokat, de nyilván a kommentárok itt valamilyen ezeket a misztikus, ezoterikus dolgokat valamilyen filozófiai magyarázattal is ellátják, hogy minek mi a jelentősége. Ugye van közöttük olyasmi, ami, ami könnyebben érthető, például az, amikor azt mondjuk, hogy az ember nem mossa meg a kezét olyantól, aki még maga nem mosott kezet, ugye az annak egyértelműbb a magyarázata. Vagy például, hogy az ember, amikor föl kell reggel, akkor ne vegye el a ruháját, ne hagyja, hogy a ruháját, azt a köpenyét, azt a szolgálja hozzon, hanem ő maga menjen el a köpenyért, talán ez azért van, mert az embernek legalább korán reggel, amikor föl kell, akkor így kell az Isten felé való alázatot megmutatni, hogy legalább az első dologban, amit csinál, abban nem hagyja, hogy kiszolgálják. Aztán van ugye ez a tanítás, hogy az asszonyok, amikor visszatérnek a temetés elő, temetésről, akkor a őket kíséri, vagy előttük megy a halál angyala. Gondolom, ez arról szól, hogy az asszonyok jobban, még jobban átérzik a temetésnek, a halálnak a jelentőségét, ugye az asszonyok érzelmesebbek általában, és akkor ennek van egy olyan rossz kisugárzása, ami az emberre hatással tud lenni. Bárhogy is legyen, ezek az érdekes, ilyen ezoterikus jó tanácsok, amikről itt idáig beszélt a Talmud. Most visszatérünk még a boriváshoz, és ugye tulajdonképpen itt a borivás az a asztali áldás kapcsán került egyáltalán szóba. Ugye az asztali áldás, amikor befejeztük az étkezést, akkor elmondjuk az asztali áldást, és az asztali áldás lehetőség szerint, hogyha közösségi asztali áldást, tehát zimunt mondunk, akkor az asztali áldást azt egy pohár borra mondjuk. Ezt a pohár bort hívjuk Koishel Brochának, az áldás borának. Tulajdonképpen minden olyan bort, amire áldást mondunk, amire valamilyen micva áldást mondunk, azt az áldás borának hívjuk. Milyen ilyen van, hogyha mondjuk az asztali áldást mondtuk egy pohár borra, vagy ha a kidust, a szombat vagy ünnepköszöntő áldást mondtuk egy pohár borra, vagy hogyha a havdalát, a szombat búcsúztatást mondtuk egy pohár borra. Ezekben az esetekben mind a pohár bort azt az áldás borának neve, vagy az áldás poharának nevezzük, Koishel Brocha. Most 10 előírás van az áldás poharával kapcsolatban, és ezekről lesz most szó. Az első, Ton Hadocha. Az első az, hogy ki kell mosni a poharat. Mielőtt beletöntjük a bort, a poharat ki kell mosni. Ustifa, és le is kell mosni a poharat. Chai. Úgy kell a bort használni, hogy a pohárba beleöntjük a nyersbort, ugye beszéltünk erről, a nyersbor az a még a borkoncentrátum. Ugye abban az időben, az ókorban borkoncentrátumot használtak, és azt higították föl később. Amikor az áldás poharáról van szó, akkor először a borkoncentrátummal kell megtölteni, umale. Amikor megtöltjük a poharat, akkor teljesen telik kell önteni. Már látott valaki, mondjuk amikor kidust csinálunk, akkor valaki mindig, aki először van ilyen szombatköszöntés, annak mindig fel szokott tűnni, hogy az áldásmondó az teljesen túltölti a poharat, olyannyira, hogy a pohárból még akár ki is ömlik a bor. Itt van ennek a forrása, Talmud azt mondja, hogy teli pohárra kell mondani az áldást. Itur, meg kell koronázni a poharat, erről majd később szó lesz, hogy mit jelent megkoronázni, de ituf, és be kell fedni a poharat, erről is fogunk megbeszélni, mit jelent. Noitlöjb és téj adóban, amikor megtöltöttük a poharat, akkor két kézzel kell fölemelni a poharat.
Nagyon nagy járnyemén, viszont jobb kézben kell tartani, a jobb markunkban kell tartani, amikor az áldás magát mondjuk. Meg biojmina kárka tefár, és a földről, hogyha a földön van a, ugye régen ugye a földön ettek, vagy a, de ugyanígy az asztalról legalább egy tefáhra el kell emelni. Egy tefáh az egy ökölnyi méret, tehát mondjuk 8-10 centire. Föl kell emelni, hogy látható legyen. De nagyon nagy ain of boy, az ember a figyelje és nézze a pohár bort, amikor mondja rá az áldást. És emlév átmesságra, hogy ma tanulási bészői, és van egy plusz, 10 plusz egyedik, 11. tanács, hogy amikor elmondta az áldást, akkor a feleségének küldje a, az áldás poharát, hogy abból igyon ő is egy keveset. Most a Talmud végig fog, még a Talmud folytatja, és azt mondja, Amar Rabbi Yochanan, anno ein lanu el a árba. Azt mondta Rabbi Yochanan, mi nem mindezt a tizet vesszük figyelembe, ebből a tízből csak négyet. Mi ez a négy? Hadocha, stifa, azt, hogy a poharat kívülről megmossuk, a poharat belülről megmossuk. Chayumole, hogy nyers bort töltünk bele, és a pohárban higítjuk fel a bort. És a negyedik pedig umale, hogy a poharat teli töltjük, és teli pohárborra mondjuk az áldást. Jó, a Talmud elmagyarázza, hogy mit jelent hadocha, és mit jelent stifa, ugye a kétféle mosás, amit mi már a fordítás során elmagyaráztunk. Tana hadocha mebifnim, stifa a chutz, az egyik azt jelenti, hogy kívül kell megmosni a poharat, a másik azt jelenti, hogy belülről is ki kell mosni a poharat. Miért kell teli önteni a poharat borral, és úgy teli pohár borra mondani az áldást? Amar Rabbi Yochanan, kolome varechel kois mole neiszlő, nachla bimetszarim. Azt tanította Rabbi Yochanan, bárki, aki teli pohár borra mondja az áldást, annak az örökkévaló korlátok nélküli örökséget ad. Tehát az áldás, hogyha az áldást teli pohárra mondjuk, akkor az áldás, amit mi fogunk kapni, az is végtelen. Végtelen sok lesz. Ugye a bőséget fejezi ki a teli pohár bor, és ugyanígy akkor az áldás, amit mi kapunk Istentől, az is bőséges lesz. És nem máru male birkasza sem jom de daram jerasa, ahogy írva a Mózes 5. könyvében, teli Isten áldása, dél, észak, kelet és nyugat az öröksége. Ami azt akarja mondani, hogy teli pohár borra, ha mondjuk az áldást, akkor az isteni áldás felénk is teljes lesz. Rabbi Yosi bar Chanina omer, zeichem neiches nei olam, olam haza olam haba. Rabbi Yosi azt is hozzátette ehhez, hogy az, aki teli pohárbra mondja az áldást, az ennek az öröksége lesz mind a két világ, ez a világ és az eljövendő világ egyaránt. Jó, ugye a tíz tanácsban, ami a pohár, az áldás pohár kapcsán elhangzott, volt egy pár, ami magyarázatot igényel. Az egyik az volt, hogy azt mondtuk, hogy meg kell koronázni a poharat. Mit jelent az, hogy megkoronázni a poharat? Rabbi Yehuda Mátreju Betalmidim. Rabbi Yehuda szerint meg kell koronázni tanítványokkal. Mi azt jelenti, hogy állják körbe, üljük körbe a poharat, mint hogyha egy korona lenne a pohár körül, mert ez a tisztelete az áldásnak, amit a pohárborra mondunk. Rav Chisda Meaterlebe Natle. Rav Chisda szerint pedig nem emberekkel kell megkoronázni, hanem más poharakkal. Tegyünk ki sok-sok poharat, és ez is a bőséget fejezi ki. Amar Rav Chananan ube chai, amar Rav Seishez ube birkasza arec. Azt is tanultuk, hogy a pohárba nyers bor koncentrátumot kell tölteni. Ugye ez ma már nem aktuális, mert már nem használunk ilyen bor koncentrátumot, hanem normális bort használunk. De régen, amikor a bor koncentrátumot felhigították vízzel, akkor az volt a fontos, hogy a pohárba magába, amire az áldás mondjuk, abba a koncentrátumot tegyük, és utána legyen ez felhigítva. Azt mondta Rav Seishez, hol kell felhigítani, mi a birka szorec, az asztali áldás második áldásánál. Ituf, Rav Papa Mátefi Yassif, Rav Api Paris Sudra Réséj. Ugye volt még egy tanács a tíz tanács közül, hogy amikor az áldás mondjuk a pohárra, akkor be kell takarnunk. Ezt úgy az elején azt hittük, hogy ez a betakarás úgy is lehetett volna érteni, hogy a poharat kell betakarni, de ez nem ezt jelenti, hanem a fejünket kell betakarni. Ugye régen, amikor ilyen lepedőkben jártak az emberek, vagy ilyen tógákba, akkor a fejükre rakták a ruhájukat. Manapság ez inkább azt jelenti, hogy felvesszük a kalapunkat, így adjuk meg a tiszteletet
a pohár bornak. Noi tel bestei adavar, a mechinin apar papa maika ro su yetchem kaidesu varchas Hashem. Azt is tanultuk, hogy amikor fölemeljük a poharat, akkor két kézzel emeljük föl, és utána helyezzük vissza a jobb markunkba. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Van erre bármilyen forrás az írásból, hogy két kézzel kell fölemelni a poharat, és ezzel kell megadni a tiszteletet a pohárbornak? Azt mondta Rab Hanina bar Papa, a Zsoltárokban, a 134-es Zsoltárban olvassuk, Szúj etchem kaidesu varchas Hashem, emeljétek kezeiteket a Szenthez, és áldjátok Istent. Mit jelent, hogy kezeiteket? Azt jelenti, hogy mind a két kézzel kell fölemelni a pohárbort, ezt innen tudjuk. És magát a bort viszont, amikor mondjuk rá az áldást, akkor a jobb markukban, a jobb kezünkben tartsuk. Amelep hiában ába, amelep jéhanan, és sajnim sálusz mől, máust a szélél min. Ugye mi az oka annak, hogy a jobb kezünkben csináljuk? Ugye mindent, ami a szentséggel kapcsolatos, azt jobb kézzel kell csinálni, mert a jobb kéz fejezi ki azt, hogy megadjuk a tiszteletet annak. Természetesen valaki balkezes, akkor annak a bal keze a jobb kéz, tehát akkor a bal kezével csinálja ugyanezt. Kérdés az az, azt kérdezi a Rab Chiya bar Abba, lehet-e a bal kézzel támasztani, kicsit rásegíteni a jobb kézre? Amara vási, hajavéri sajnimi bájeléjú, laivsetlejú, Annan ne ábédre humra, azt mondta nebri, és ilyen, mivel ez a kérdés korábban fölmerült, és nem volt rá egyértelmű válasz, ezért mi is inkább szigorúbban járjunk el, és akkor, amikor a kidust mondjuk, akkor csak a jobb kézben tartjuk a poharat, és nem próbáljuk kitámasztani a bal kezünkkel, hanem csak jobb kézben tartjuk. Föl kell emelni a földről, vagy az asztaltól, hogyha asztalnál leszünk, manapság inkább az asztaltól, legalább egy tefach, egy arasz magasságra, egy ökölnyi magasságra. Amara vachaba rab Chanina, májkara, honnan tudjuk, hogy föl kell emelni a poharat, erre is van egy forrás az írásban. A Zsoltárokban az van írva, a segítség poharát fölemelem, és Isten nevét hívom. Azt szerint, hogy a poharat föl kell emelni, amikor áldást mondunk. De ne is tudom, ne baj. Azt is mondtuk, hogy a tíz tanácsnak az is része volt, hogy a szemünket rajta kell tartanunk a boron. Miért kell így eljárni? Azért, hogy az embernek a gondolata, a koncentrációja, a fókusza ne mozduljon el, ne a gondolatai ne kalandozzanak el, és koncentráljon az áldásra, amit a pohárborra mond. És ugye az utolsó tanács, a 11. tanács az volt, hogy az ember áldás pohárból küldjön a feleségének. Miért? Azt mondja, a Talmud ki éjtetis barach de viszeljú, hogy a felesége is részesüljön az áldásból. És ennek kapcsán jön egy történet, amivel ezt a fejezetet fogjuk befejezni. Ula iklale bérav Nachman karich rifta barich birkas mezaina. Ula egyszer Rav Nachman otthonában vendégeskedett, és az étkezés után megkérték, hogy legyen ő az, aki elmondja az asztali áldást. Jahivlé készede vilhassze Rav Nachman. Ugye elmondta az asztali áldást a áldás pohárra, ugye a pohár borra, és azt mondta neki Rav Nachman, Sisadir már kasszadibir kasszalé állta. Azt mondja, Nachman a házigazda azt mondta Ulának, miután az elmondta az áldást, akkor most kérlek a pohár borból küldjél a feleségemnek jáltának. Amar lé, ahi, amar abja ichanan, én pri bitna sel is, amiz barechel a pri bitna sel is. Azt mondta neki, minek? Hiszen azt tanultuk, hogy az asszony ágyéka az a férfi ágyékából kapja az áldást. Ugye, hogyha a feleségednek áldást akarunk adni, elég, hogyha te iszol a borból, és nem kell a feleségednek küldeni. Miért? Honnan tudjuk, hogy ez így van? És nem már barech pri bitnecha, azt mondja írva Mózes 5. könyvében, az áldásokban, amikor Izrael népét áldja meg Isten és Mózes, akkor az van írva, és majd megáldja ágyékodnak gyümölcsét. Ugye ez a gyerekekre vonatkozik. Az ágyék gyümölcse az az embernek a gyermekei. Ugye hogyan fogalmazott a Tóra? Azt mondja, pri bitnecha,
az ágyékod, ugye a héber nyelven van himnem és nőnem, azt mondja, ez himnemben van mondva, hogy ágyékod, és nem nőnemben. Akkor mit látunk ebből? Hogy a férfi ágyéka az, amelyik a nő ágyékának az áldását is adja. Tánya námi ahirab nasszonőmér, mi náni se én pribitnösel is, mi zbarakhanam pribitnösel is. Egy másik helyen Rabbi Nasszon is azt tanította, honnan tudjuk, mondta Rabbi Nasszon, hogy a férfi ágyéka az, ami az áldást adja a nő ágyékának, és nem már perök pribitnöha, pribitnölai, nem már el a pribitnöha. Ugyanígy, szerintem, mivel himnemben van fogalmazva, hogy az ágyékod gyümölcsét megáldja, akkor innen tudjuk, hogy a férfi az, aki az áldást továbbítja. A férfi ágyéka, ha áldásban részesül, az továbbítja a nőnek az áldást. Ád a hachis májálta, közben, miközben ez a kis párbeszéd folyt Ula és Rav Nachman között, akkor Ula, akkor Rav Nachmannak a felesége járta, észrevette, hogy nem küldik neki a bort. Kamabizihára fölállt, és nagyon mérges lett. Alszal a véhámra, és lement a borospircébe, ve szavra árba meod dané de hámra. Azt mondja a Talmud, és olyan mérges volt, hogy rögtön összetört 400 boros hordót. Ezt már megszoktuk a Talmudban, hogy ilyen kicsit nagy számokat szeret használni a talmudi, ezeknek a talmudi szövegekben. Mindenképpen 400 boros hordót összetört. Amerlérev Nachman és Sáderla már kaszachrina. Erre azt mondta Rav Nachman, jó, gyorsan küldjünk neki egy poharat. Salachlé, a kaszachrina, erre küldtek neki egy másik poharat. És azt mondták neki, kol háj navgadebir kaszahi. Azt mondták neki, nyugodtan vegyél abból a borból, ami kiömlött, amikor széttörted a 400 hordót bort, az abban a borából nyugodtan vegyél, mert az ugyanolyan jó lesz, mint az áldás, amiből sajnos már nem kaptál, az ugyanolyan áldásos bornak számít. Erre a Nachman felesége visszaküldte, és azt mondta, Salchaleim mahaduremile, umis már tute kalme. Azt mondta neki, ami egy érdekes, hogy ilyen 1500 évvel ezelőtti közmondásokat itt a Talmudban lehet tanulni, volt egy olyan közmondás, úgy gyarapítja a szavakat, mint a régi ruha a bolhákat. Ezt mondta neki, ne gyarapítsd a szavakat, mint a régi ruha a bolhákat. És visszaküldte neki a poharat, azt mondja, nem kellett-e áldásod. Jó, mindenképp ebből látjuk, hogy az emberek nem érdemes ezzel szórakoznia, hanem küldjön a feleségnek, a házasszonyának a áldás poharával. És tényleg így is szoktuk csinálni, különösen, hogyha kidust mondunk, akkor az első, aki az áldásmondás után iszik a pohár borból, az a házasszonya. Amar a vászi, én messzichenál kölyse bracha, amar a vászi, én me varchimál kölyse puriniusz. A vászi még két tanácsot adott az áldás poharával kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ha az ember már kitöltötte a poharat, akkor az áldás befejezéséig, és amíg nem iszik a borból, addig ne beszéljen, ne szakítsa meg beszéddel az áldásmondást. És mondhatok még valamit, amivel kicsit visszatérünk a korábban beszélt ilyen ezoterikus, babonás tanácsokhoz, hogy a rossz poharat, a rossz pohárból ne mondjon áldást, a rossz pohárra ne mondjon áldást. Mi számít rossz pohárnak? Máj kölyső pölinőz, Rabnám Nachmanben Yitzchak kölyséni. Azt mondja, ez a második pohár. Ugye a Pszachim traktátusban van egy hosszú fejtegetés, hogy mi mindent nem szabad párosával csinálni. Mert abban az időben volt egy ilyen ezoterikus hit, hogy a páros dolgok azok ilyen rossz energiát szabadítanak az emberre, és szellemeket és rossz energiákat szabadítanak föl. Ma azt mondják, a kommentárok ezzel nem kell foglalkozni, ilyen nincsen, de ez egy hosszú elemzés a Pszachim traktátusban. Azt mondja, ugyanígy ez a páros, hogy a páros dolgok azok nem jók, ez ugyanígy vonatkozik a borra, és ha valaki ivott a második pohárbort, vagy a negyedik pohárbort, vagy a hatodik pohárbort, azok mind-mind ilyen szerencsétlenséget hoznak az emberre, és ezt nevezi rossz pohárnak, arra nem mondjon áldást. Tanya na achja a sőszöveki flájmlaja varek, egy másik helyen is tanultuk, hogy az ember, ha ne igyon kettesével
Misum se nem már ahogy nikra szemé keha iszrel, a hajlami taken, ahogy írva van Amosz könyvében, hogy készítsd föl magad Izrael Istened elé, és ez pedig egy rossz jel, ami kettesével, ami párosával van, az egy rossz jel. Amarabi Jóabu, Amrilam, az Nisan Tana, ha ojjelöm a hálech, mi varech mi umad, ksú ojjelöm a umad, mi varech mi jussak, ksú ma észreve, ojjel jöjjel mi varech. Ugye általában hogy szokott, hogy kell mondanunk az asztali áldást, hogyha valahol ültünk, akkor ott is kell, tehát ha valahol ültünk az asztalnál, amikor az asztali áldáshoz érünk, akkor ugyanoda üljünk vissza, ahol az étkezést tartottuk. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki menet közben eszik, amikor az áldásmondáshoz ér, akkor álljon meg, és legalább állva mondja. Legalább álljon meg, és állva mondja az áldást. Mi van a helyzet, hogyha valaki állva eszik, akkor üljön le, és ülve mondja az áldást. Mi a helyzet, hogyha valaki fekve eszik, akkor is ülve kell mondani az áldást. Itt mindenkinek az a lényege, hogy az embernek valamilyen módon jeleznie kell saját maga számára, hogy most az áldás következik, és ezért más változtatnia kell a mozgáson, vagy azon a testtartáson, ahogy evett, hogy ezzel is egy jelet adjon magának, hogy most az áldás következik. Jilchasszom, hogy kula jön is, mi van, és bármilyen testtartásban evett, menet közben, fekve, bárhogy, Jöjjsövön varech, ülve mindig lehet az áldást mondani, és természetesen így, hogyha ülve ettünk, akkor is ülve mondjuk az áldást. Ezzel befejeztük a 7. fejezetet, és most a 8. fejezetet kezdjük el. Ez a misna, amivel a 8. fejezet kezdődik, Blaha traktátus 51-es lapjának a 2. oldalán, ez Bét Sámály és Bét Hillel vitáit veszi végig az étkezéssel kapcsolatban. Ugye tudjuk azt, hogy a Talmudban vannak ilyen híres vitapárok. Az egyik leghíresebb ilyen vitapár az Bét Sámály és Bét Hillel. Ugye Sámály és Hillel az két korai misnai bölcs. Bét Sámály és Bét Hillel az Hillel háza és Sámály háza, azt jelenti a tanháza, az ő iskolájuk. És ugye az ő vitáik, azok visszatérő viták a misnában, és most azokat a dolgokat fogja végigvenni a Talmud, hogy az étkezéssel kapcsolatban milyen vitáik voltak. És ez a Bét Hillel és Bét Sámály mindig vitatkoznak. Nem nagyon vannak olyan dolgok, amiben egyet értettek volna. És akkor így az étkezéssel kapcsolatban is sok vitájuk volt. Erről fogunk most tanulni. Azt mondja a Talmud, élőd varimsebén Bét Sámály, Bét Hillel beszúda. A következő dolgokban tért el a véleménye Bét Sámálynak és Bét Hillelnek az étkezés kapcsán. Bét Sámály jöjjön varech ala jöjjön, vahárkech me varech ala jájn. Bét Sámály szerint az ember először mond áldást a napra, és utána mond áldást a borra. Bét Hillel jöjjön, vahárkech ala jájn, vahárkech me varech ala jöjjön. Bét Hillel szerint először mond áldást a borra, és utána mond áldást a napra. Miről van itt szó? Hogy az ember, amikor kidust mond, ugye amikor a kidust mondjuk, akkor mondunk áldást a borra, és mondunk áldást a napra. Tehát a szombati kidust mondjuk, akkor a szombatról szól a napra mondott áldás. Hogyha Pészakkor van, akkor a pészachi kidus, az a pészachi napról szól. Tehát mindig van egy áldás a borra, és van egy áldás a napra. Bét Sámály szerint előbb mondjuk az áldást a napra, és utána a borra. Bét Hillel szerint, és ez a halakha természetesen, előbb mondjuk az áldást a borra, és utána mondjuk az áldást a napra. Következő törvény. Bét Sámály jön, hogy nöjtlen a dájva hálkach moizgim. Azt mondja, hogy az ember iszik bort az étkezés alatt, akkor először mosson kezet, és utána töltse ki a bort. Bét Hillel szerint fordítva először töltse ki a bort, és utána mosson kezet. Ugye a kézmosás az a kenyérevésre vonatkozik. Bét Sámály jöjjön, mert kanéach jadob be mappa uma nichal a sulkan, Bét Hillel jöjjön, ala keszesz. Itt arról szól a vita, hogy azt a szalvétát, ami ugye akkor nem papírból volt, hanem egy ilyen vászonszalvéta volt, amivel az ember a kezét meg a száját törölte, azt az ember az asztalra tegye, vagy a székre tegye. És ez nem tűnik most egy ilyen nagyon lényeges különbségnek, de majd a Talmud
fog erről beszélni. Bét Sámály szerint tegye az asztalra, Bét Hillel szerint tegye a székre. Miközben nem használja, addig legyen a széken, vagy legyen az asztalon. A következő téma az az, hogy amikor befejeztük az étkezést, akkor először tisztítjuk meg az asztalt és az étkezdét, és utána mondjuk az asztali áldást, vagy előbb mondjuk az asztali áldást, és utána tisztítjuk meg a házat. Bét Sámály szerint először tisztítjuk le az asztalt, és utána mondjuk az áldást. Bét Hillel szerint először mondjuk az áldást, és utána tisztítjuk le a házat. Bét Sámály ömnin, nér mazunib szomim avdala, Bét Hillel ömnin, nér szomim mazunib avdala. Miről van szó? A következő vita arról szól, hogyha szombat este van, és szombat este vacsorázunk, és csak egy pohár borunk van, és ez egy pohár bort kell, hogy elhasználjuk a asztali áldásra, az asztali áldást is egy pohár borra mondjuk, és a havdalára is. Akkor milyen sorrendben kell mondani az áldásokat? Ugye a havdalában három áldás van. Ugye egyszer mondunk egy áldást a tűzre, ugye ez a fonott gyertya, amit a havdalában, a szombat búcsúztatóban használunk. A fonott gyertya, a tűz, ugye azért fontos, mert szombaton nem szabad tüzet gyújtani, akkor szombat este külön áldást mondunk a tűzre. Ez az első áldás. A második áldás ugye az a psomim, a kellemes illat, valamilyen kellemes illat, ez általában szegfűszeg. Ezzel azt a fájdalmat akarjuk enyhíteni szimbolikusan, hogy vége van a szombatnak, valami kellemes dologban legyen részünk. És utána van maga a havdalának az áldása, amiben egy olyan fohász, amiben arról beszélünk, hogy Isten elválasztja a szentet a szentségtelentől, a szent napot, a szombatot, a hétköznaptól, és így tovább. Most, ha mindezek mellett még az asztali áldást is el kell mondani a pohárborra, akkor milyen sorrendben kell mondani? Bét Sámály ömnin, nér mazunim szomim havdala. Bét Sámály szerint először kell mondani az áldást a gyertyára, a fonott gyertyára, utána az asztali áldást, utána a szegfűszeg, és utána a havdala. Bét Hillel szerint viszont nem ez a sorrend. A helyes sorrend az először a gyertyára, utána a szegfűszegre, utána az asztali áldás, és utána a havdala áldása. Erről is később lesz szó. A következő kérdés az az, hogy amikor a havdalában mondunk áldást a gyertyára, a fonott gyertyára, a tűzre, akkor mi az áldásnak a szövege? Ugye Bét Sámály azt mondja, hogy áldott vagy törökös Istenünk a világ királya, se bor, aki megteremtette a tűz fényét. Bét Hillel szerint bor, aki megteremti a tűz fényeit. Majd erről beszélünk, tehát akkor két különbség is van. Az egyik szerint múlt időben kell mondani, a másik szerint jelen időben. Az egyik szerint egyes számban beszélünk a tűz fényéről, a másik szerint többes számban van a tűz fényei. Azt mondja a Talmud, én be varchen leáll a nérve leáll szamisala évdék a hami leáll nérve szamisala mészim, be leáll nérve szamisala vajd a zara, ve én be varchen a nérve átsia osszul a öröj. Oké, ezzel befejeztük a Bét Sámály és Bét Hillel véleménykülönbségét, és a Talmud egy általános törvényt mond. Azt mondja, amikor áldást mondunk a gyertyára, vagy a jó illatra, azt mondjuk szegfűszeg, akkor az ne legyen bálványimádással kapcsolatos gyertya vagy szegfűszeg, ne legyen halottakkal kapcsolatos, mondjuk amivel ilyen halotti búcsúban használtak, vagy ilyesmi. És az áldást a gyertyára csak akkor mondjuk, amikor már a fényét lehet használni és élvezni. Oké, erre vissza fogunk térni a Talmudban. Misha Achave Sachach Völöm Bérek, most folytatjuk még a Bét Hillel és Bét Sámály közötti véleménykülönbségeket. Talmud azt mondja, ha valaki elfelejtette az asztali áldást elmondani, akkor mi a helyzet? Mit kell csinálni? Valaki vacsorázott, és vége van a vacsorának, és eszébe jut, hogy hoppá, elfelejtettem az asztali áldást mondani. Mit kell csinálni? Azt mondja a Talmud, Bét Sámály szerint vissza kell térnie oda, ahol étkezett, és onnan kell az áldást elmondani. És ott kell az áldást elmondani, ahol étkezett. Bét Hillel ömér, ugye varechben makem se niszkál, Bét Hillel szerint, ahol eszébe jutott, hogy nem mondta az áldást, ott álljon meg, és ott mondja el az áldást, nem kell visszamennie oda, ahol étkezett. Vád masszájme varech,
azt mondja, hogy ez a Talmud jó. És mennyivel azután, hogy eszembe jutott, hogy elfelejtettem mondani az áldást, lehet még elmondani az asztali áldást. Mikor vacsoráztam, és másnap reggel eszembe jutott, akkor még mindig lehet mondani az asztali áldást. Azt mondja a Talmud, ácsi szákelem mozonysebe mejav, csak addig, ameddig az ember már megemésztette az ételt. Ha már megemésztette, akkor már nem lehet asztali áldást mondani arra, amit tegnap evett, vagy amit sok órával ezelőtt evett. Talmudban erről is beszél, hogy mennyi idő alatt emészt általában az ember. Egyelőre még csak a Misnában vagy. Jön egy következő vita Bét Sámai és Bét Hillel között. Balem jáj náhára mazain, im én sem elő észai könyvbe Sámai, mi varechala jáj, mert hárkech, mert varechala mazain. Vész Hillel, mi varechala mazain, mert hárkech, mert varechala jáj. Mi a helyzet azzal a borral, amire az asztali áldást mondjuk? Először kell mondani az asztali áldást, és utána, amikor befejeztük az asztali áldást, ugye iszunk abból a borból, akkor először kell mondani az asztali áldást, és utána az áldást a borra is úgy meginni, vagy először az áldást a borra, utána az asztali áldást, és utána inni. Ajnin amen acher iszal me varech, ve inajnin amen acher kuszal me varech, átsi ismá kola bracha kula. Az utolsó tanítás, amit a Misna mond, az már nem Bét Sámai és Bét Hillel közötti véleménykülönbség, hanem egy általános szabály. Ugye beszéltünk korábban róla, hogy vannak a Talmudban a kutik. A kuti, ugye azok a népek, ma szamaritáliánusok, az egyedüliek, akik még élnek a kutik közül, akiket az asszírok betelepítettek a második szentély, az első szentély pusztulása idején, betelepítettek Izraelbe, és ezek ilyen félig bálványimádó, félig zsidók, félig betértek a zsidóságba, félig nem, és a Talmudban nem egyértelmű a státuszuk. A rabbik egy ideig ilyen félig elfogadták őket zsidóknak, vagy nem volt világos, hogy a betérésük mennyire volt komoly. És azt mondja itt a Talmud, hogy ha valaki hall egy áldást, ugye minden áldást, hogyha hallunk, azt megerősítjük az ámennel. Ugye az ámen az azt jelenti, hogy héberül imun, bizalom. Ugye a bizalmat szavazunk annak a szövegnek, amit az áldásmondó mondott. Most, hogyha én hallok egy áldást, csak azt mondom, hogy ámen. Mi a helyzet akkor, hogyha nem hallom a teljes áldást, csak az áldásnak a másik felé, de nem hallom, hogy mit mondott, mi volt az elején. Ugye az elején mindig azt mondjuk, hogy áldott vagy törökösténk a világ királya, aki mit tudja, a fagyümölcsét megteremtette. Ha csak annyit hallok, hogy aki a fagyümölcsét megteremtette, akkor mondjak rá áment ugyanúgy, mint hogyha az egészet hallottam volna. De ha egy szamaritáliánus mondja az áldást, manapság nem egy nagyon gyakorlati kérdés, de hogyha egy szamaritánus mondja az áldást, akkor csak akkor mondjak rá áment, ha teljes szöveget hallottam. De ha csak a szöveg felét hallottam, a másik felét, akkor nem mondjak áldást. Miért? Mert lehet, hogy az áldás elején nem Istent dicsérte, hanem a bálványt, ami a Grizim hegy. Ők a Grizim hegyhez imádkoztak. A Grizim hegy környékén is laknak a mai napig a szamaritánusok. És ezért, mert nem hallottam az áldás elejét, nem lehetek benne biztos, hogy tényleg Istent áldotta, és ezért nem lehet rá áment mondani. Okay, ezzel befejeztük a Misnát, és most kezdődik a Gemara. Azt mondja a Gemara. Tanurában a Dvarim sebeim bész sámai bész hillel beszúda. A Talmud idéz egy brájtát, ami végigveszi ugyanúgy a vitáit Sámájnak és Hillelnek, amit az előbb mi a Misnában végigvettünk, csak egy kicsit részletesebben és magyarázatokkal is ellátva. Akkor az első vita mi volt? Az első vita arról szólt, hogy amikor a kidust mondjuk, akkor előbb mondjunk áldást a borra, és utána a napra, vagy előbb a napra, és utána a borra, ugye? Ha mondjuk szombat van, akkor előbb, ugye a kidus két részből áll. Van maga a borra mondott áldás, és van a szombatra mondott áldás. Akkor előbb mondjuk a szombatra az áldás, és utána a borra, vagy előbb a borra, és utána a szombatra. Mésámáj, aimni me varechala jaj, meg hárkak me varechala jaj. Mésámáj azt mondja, hogy előbb áldjuk a napot, és utána áldjuk a bort. Miért? Sájom gőrem le jájn se javaj, ukvárkoda se jó, vadájn jájn loj bo. Miért mondjuk egyáltalán a kidust? Azért, mert szent nap van, mert szombat van, vagy ünnep van. Mivel a nap előbb jön be, mint hogy a kidust mondanám,
ugye, bejön az ünnep, amikor lemegy a nap, de a kidús csak egy kicsit később lesz, akkor előbb volt a nap, mint a bor, ezért az áldást előbb kell mondani a napra, és csak utána a borra. Ubeis hilelaimnim, mevarechala jáin, bocsánat, két dolgot is mond, még egyszer, Sámály két dolgot is mond, az egyik az az, hogy a nap az, ami miatt egyáltalán mondom a kidust, és ezért előbb mondjam a napra az áldást, és utána a borra. A második ok az az, hogy a nap előbb jön be, mint a kidús, és ezért előbb mondjam a napra, mint a borra. Azt mondja, a Bészhillel pedig pont fordítva mondja, azt mondja, hogy előbb mondjuk az áldást a borra, és utána a napra. Miért? És a jáin gajrémleg dusa se talmér. Azt mondja, először is azért, mert a bor az, ami miatt egyáltalán kidús lehet mondani. Ugye kidús csak borra lehet mondani. Ha nincs bor, akkor lehet mondani a kenyérre, vagy valami más fontos italra, de normális helyzetben a bor az, amitől a kidús kidussá válik. Ezért, ha ez így van, akkor megérdemli a bor, hogy ő kapja az első áldást, és utána csak kapja a nap. Davaráher, birkasze jajn tadira, birkasze jajn én a tadira, tadir és én a tadir, tadim kajdim. Szóval még egy magyarázat, mondja Beis Hillel, mert van egy olyan alapszabály, hogyha van egy dolog, ami gyakori, és egy dolog, ami ritka, akkor mindig a gyakorit kell előbbre venni. Mivel bor gyakran iszunk, gyakrabban iszunk, mint hogy ünnep legyen, vagy szombat legyen, ezért először kell mondani az áldást a borra, és utána a napra. Azt kérdezi a Talmud, mi ez a megfogalmazás, amit Beit Hillel mond, hogy még egy magyarázat. Ugye az első magyarázat az az volt, hogy a bor az maga, ami a kidust megteremti. És ezért kell először mondani az áldást a borra, és utána a napra. És aztán azt mondta, van még egy magyarázat, és itt mondta ugye azt, hogy a gyakori mindig előbb van, mint a ritka. Miért kellett hozzátenni ezt, hogy van még egy magyarázat? Hitém a haszam tártival. Ha hádal, ha nem tártininhu, bérkesz jájnt a diről, bérkesz jájnt a diről, tad és én tartad, amikor azt mondja, úgy kell ezt érteni, hogy Beis Hillel azt akarta mondani, ha azt mondanád, hogy nekem csak egy magyarázatom van, és Sámálynak viszont kettő volt, akkor mondok neked még egyet. És ez a Dal Ráhér, mondok még egy magyarázatot, és ez az a magyarázat, hogy ha valami gyakori, vagy valami ritka, akkor mindig a gyakori előbb van, mint az, ami ritka. Okay. Ugye a Misna azt mondta, miután felsorolta 8 vagy 9 vitáspontot az étkezés kapcsán Beit Sámály és Beit Hillel között, azzal fejezte be, hogy a halacha az Beit Hillelt követi. És a helyzet az, hogy mindig a halacha a Beit Hillelt követi. Pshita? Ez magától értetődő, hogy a halacha Beit Hillelt követi. De ha Nafka Baszkoj, tanultuk az Éruvin traktátusban, hogy a sok vita volt Sámály és Hillel között, és egész addig, amíg egyszer egy égi hang, egy baszkol meg nem szólalt, és aztán mondta, mindig a halacha Beit Hillelt követi. Most ez így van, egy égi hang ezt kimondta, akkor mi itt a kérdés? Ez természetes, hogy akkor a halacha Beit Hillel, nem kellett volna ezt külön a misna végén hozzátenni. Azt mondja, a Talmud, Ibeiszém, a Köiden baszkol, két választ is lehet adni erre a kérdést. Az egyik válasz az az, hogy ez a misna még azelőtt íródott, hogy ez az égi hang megszólalt volna. Mielőtt az égi hang megszólalt volna, és kimondta volna, hogy a halacha mindig Beit Hillelt követi, akkor itt a misna elmondta, hogy ebben a 8-9 vitás pontban az étkezés kapcsán a halacha az Beit Hillelt követi. Ibai széma, vagy egy másik magyarázat, le Achar Baszkor, az is lehet, hogy ez valójában a égi hang elhangzása után volt, és mégis kellett ezt külön hangsúlyozni, hogy Beit Hillelt követi a halacha, mert ez a misna Rabbi Yeshua véleményét követi, és Rabbi Yeshua azon az állásponton van, de én más gichimbe baszkör, hogy az égi hangra nem figyelünk. Ugye ez egy általános szemléletbeli kérdés, ami a Talmudban máshogy is szerepel, hogy ha megszólal egy égi hang, legalábbis teoretikusan, ha megszólal most egy égi hang, és azt mondja, a Jánkelének van igaza, akkor a rabbik vitáiban egyáltalán figyelembe lehet-e venni egy égi hangot. Vagy mindig ugye a Tóra azt mondja, hogy a Lőbasa Májmi, hogy a Tóra az nem az égben van, ezért mi a földi emberek, a húsvér rabbik kell, hogy eldöntsék, és mindig a többség véleményét kell követni, hogy kit követ a halacha. És ezért hiába hangzik el egy égi hang, az minket nem érdekel, mert nem az égben van a Tóra is. És ezen a véleményen van, hogy nem kell odafigyelni
nem kell követni az égi hangot, és azért hiába volt egy égi hang, ami kimondta, hogy a halacha az Bét Samájt követi, ez minket nem érdekel, és azért nem egy általános szabály, hogy a halacha Bét Samájt követi, vagy Bét Hillelt követi, és ezért kellett itt a misnában ezt külön kihangsúlyozni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, innen Atlantából, holnap este nagyjából ugyanekkor fogjuk folytatni, ott már Párizsból fogjuk tartani az órát, szerda reggeltől pedig visszatérünk Budapestre. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, további szép estét kívánok!